Egy szupercella söpört végig Magyarországon vasárnap, aminek következtében több mint 1300 eseményhez riasztották a tűzoltókat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat több helyen is orkánerejű szelet mért. Tiszavasváriban 120 km/órás sebességű vihar tombolt. Baranyára csapott le először kora délután egy szupercella. A felvételeken látszik, hogy a hurrikán erejű szél, amit csak tudott, magával vitt. A vihar fákat csavart ki, és háztetőket bontott meg. Több autóra is hatalmas fák dőltek. 184 alkalommal riasztották a vihar után a tűzoltókat. Még jelenleg is kint vannak a tűzoltók, kora délután is még számolják fel a káreseteket. Jellemzően Pécset és környékét érintette ez a viharos időjárás. 6 települést érintően volt áramszolgáltatás kimaradás. A Borsod megyei Dövényben villám csapott egy házba. A lakók otthon voltak, de nem vették észre, hogy kigyulladt a házuk. Jöttek a szomszédok, és rohantak fel a lépcsőn, hogy jöjjünk ki gyorsan, mert ég a ház. És akkor elindultunk kifelé, és rohantunk ki a házból, az udvarról, és jöttünk ide az utcára. Hajdunánásra is egy hatalmas vihar csapott le. Először fekete felhők gyülekeztek, majd hatalmas széllel érkezett meg az eső. A vihart rengeteg villámlás és hatalmas dörgések kísérték. Szembe az utcán egy fa abba percbe ketté tört és lezuhant. És akkor próbáltam volna, hogy valahogy kijutni, de nem mertem kijönni, mert féltem. Akkor, mikor csendesedett az idő, kijövök, és akkor látom, hogy nem tudok kijönni, mert itt a székek, a virágok, minden, a cserép, jövök elrébb, megrepedve a fal. Tompát sem kímélte a vihar. Olyan erejű szél söpört végig az egyik utcában, hogy a fák nagy részét kicsavarta a földből, egy tető sem maradt éppen a környéken. Környékben mindenhol elvitte a tetőket, az utca járhatatlan, villanyunk nincs, egy 6 milliós autóra dőlt rá a fenyőfa. A Balaton felett soha nem látott szupercellák alakultak ki. Tiszavasváriban mérték a legerősebb 121 km/órás széllökést az országban.